Na hát sziasztok srácok, nagyon gyors leszek, mert úgy látom, hogy a kamera mindjárt lemerül, remélem addig kibírja. Bulgáriát kaptuk ugye a pócselejtezőben, és az Izland-Románia mérkőzés győztesével játszunk, ha nyerünk Bulgáriában. Na most, tudom, a nagyon sokan negatívan álltok már most hozzá, hogy úgyse nyerünk, meg izé, de én azt mondom, hogy amíg van remény, addig igenis bizakodni kell is tenni azért, hogy működjön a dolog, és menni kell továbbra is, menni kell továbbra is előre próbálkozni, és ez egyébként, ha belegondolok, az élet minden részére igaz. Van realitása annak, hogy a bolgárokat megverjük, hiszen nagyon rossz paszban vannak a bolgár labdarúgás és a magyar labdarúgás most nagyjából úgy keresztezi egymást. Mármint úgy, hogy úgy az erőviszonyok is keresztezik egymást, mert szerintem ugyanaz lehet a probléma náluk is, mint nekünk. Tartom magam ahhoz, amit az előző videóban mondtam, hogy az megoldás lehet, és nekik is ugye hiába van egy Ludo Goretzkájuk, tele van külföldivel, az az, amit mondtam, de most arra nem akarok kitérni. Szóval jó esély van arra, igaz, Bulgáriában játszunk, de hát mindegy, én már ki is kapcsoltam, mert nem is nézem a sorsolást, innentől kezdve a többi engem nem érdekel. Majd az, hogyha nyerünk, akkor hazai pályán játszunk, vagy idegenben, teljesen mindegy, először a bolgár meccsen legyünk túl. Addig fölösleges gondolkodni itt arra, hogy most a románok ellen, vagy az izlandiak ellen hol játszunk. Mondjuk az izlandiaknak is azért necces lesz az a Románia elleni mérkőzés szerintem, de hát majd meglátjuk a dolgot. Úgyhogy ennyit szerettem volna ebben a videóban elmondani, nagyon gyors voltam szerintem. Megvan az esély, élni kell vele, tudom, ezt már nagyon sokszor próbáltuk, de nem sikerült, most viszont esetlegesen összejöhet, mert tényleg nagyjából ugyanazon a szinten vagyunk, mint ők. Vannak ott problémák, sőt, talán komolyabb problémák is vannak a labdarúgásukban, mint nekünk. Mert nálunk azért a viszonyok viszonylag rendezettek, tehát így a, úgy mondom, a hátteret mondom, tehát hogy úgy szövetség, a szurkolók azért annyira nincsen rosszban, meg ilyesmi, ott mélyebb problémák is vannak, sokkal mélyebb problémák. Ennyit akartam ebben a videóban, úgyhogy én megyek is tovább. További szép napot, sziasztok!